Lipcsei Péter csapatában két változás a múlt heti Vác elleni meccshez képest, visszakerült Fröldik Roland, illetve bekerült Albert Ádám. A mérkőzést Barna Gábor vezette, asszisztensei Kormányos 2 Gábor és Kis Balázs voltak. Hazai szempontból borzasztóan kezdődött a találkozó, még alig telt el 10 perc és megszerezték a vezetést Miskai Attila fiai. Remek labdával ugratta ki játékostársát Szedlár Zoltán, Faragó Tomás pedig pontosan fejezte be az akciót. Szedlárral az egész meccsen nem bírtunk, és a 16. percben csak kis hia volt, hogy megduplázza a dorog jelönyt, nem sokat tévedett. Ám ami késik nem múlik, 2 perc múlva már pontosabb volt, és a 16-osunk sarkából nagyon pontos lövéssel duplázta meg a dorog jelönyt. Csapatunk lassan felállt a sokból, és a 24. percben újra meccsben volt. Albert szöglete után Dvorzsák fejelte vissza a kapu elé a labdát, ahol Gyömbér a hálóba emelt. Négy perccel később Albert szerezhetett volna gólt, a labdával betört a 16-osra, remek volt a visszacselés, de Pap belelépett a lövésbe. 2 perccel később sokan már gólt kiáltottak, Albert lapos bepassza eljutott Kundrákig, de támadónk becsúszva kapu mellé pöckölt. Az első félidő végén majdnem újra gólt szereztek a fehérmezesek, de Szedlár passzát kapu fölé lőtte Mészáros. A második félidő szünetében Lőrincit küldte pályára Lipcsei Péter, támadónk pedig egyből helyzetekkel nyitott, nem sokon múlt, hogy gólt szerezzen. Az 55. percben szabálytalan gólt szereztek a vendégek. Szedlár az alapvonalon túlról passzolta vissza a labdát játékostársának, Hegedűs Márknak, aki kilőtt a jobb oldalt, és a játékvezető megadta a gólt, pedig nagyon úgy tűnik, hogy kint volt a labda, hiába jelezte ezt a teljes védelmünk, megadták a gólt. A 73. percben ismét közel jártunk a szépítéshez, de Lakatos lövése a kapufa felső részét súrolta. A 76. percben gyanús körülmények között esett el Kundrák, de nem fújt a játékvezető. Majd a 80. percben önfeláldozóan léptek bele kétszer egymás után is a hazai lövésbe a vendégek, így nem sikerült a kaput eltalálnunk. 82. perc Lőrinci bolondított meg 2 vendégjátékost is, beadása is pontos volt, de menteni tudtak a csereként beálló Pál elől. 85. perc újabb véleményes játékvezetői döntés, ezúttal Lőrinci tűnt el a védők között. 87. perc Bor pontos beadását fejelte kapu mellé Pál András, végül pedig Molnár életerős lövését fogta meg maga biztosan Horvát. Csapatunk nem tudott több gólt szerezni, így pedig keserű maradt a szánk íze, a pályánkat nem sikerült győzelemmel felavatni. Soroksár SC, Dologi FC 1-3. Ami nagyon fontos, hogy a Soroksár nagyon jó csapat, Petieket nagyon tisztelem és szeretem is. Szerintem úgyis ott lesznek a bajnokságban az elején, hát nekünk most picit arra gondoltunk, hogy azért elkészült ez a csodálatos pálya. Biztos, hogy azért van egy teher a srácokon is, hogy azért itt jól szeretnének bemutatkozni, és próbáltunk úgy labdát szerezni az ellenfélnek a tér felén, hogy abból tudjunk indulni. Szerencsére ebből 2 gólt tudtunk elérni, az nagyon sokat jelentett. Utána visszajött a Soroksára mérkőzésbe, ugye azzal a nagyon szép találattal, ugye a szöglet után, és azt gondolom, hogy a harmadik találat az volt az, ami igazából eldöntötte a mérkőzést. Ugye elsősorban szeretnék gratulálni a dolognak, mert egy nagyon jó csapattól kaptunk ki hazai pályán. Amit az Attila is elmondott, az első félidő 20. percében már eldőlt a mérkőzés, figyelmetlenek voltunk, és tényleg, amit mondtál te is, lehet, hogy az öltözőben maradtunk. Nyilván sok gyengébb teljesítmény volt, lehet, hogy megfogott minket ez az új pályaavató, új mez, új labda, viszont nem láttam azt az akaratot, azt a hozzáállást, amit szerettem volna, vagy amit az eddigi 3 mérkőzésen tapasztaltam. Hát lehet, hogy minden mérkőzést idegenbe kell nekünk akkor játszani. Ez nem lebecsülve a dolog, tehát nagyon szép gólokat rúgtak, viszont sajnos az, hogy a 4 védőm az a mai teljesítmény, az mind a 4-nek katasztrófa volt. Úgyhogy hát nyilván ki fogjuk elemezni, meg fogjuk nézni a videót, nincs más választásunk, mint hogy előre is, hát megpróbálunk a jövő héten szépíteni a Budafokon. Lehetett volna 5-6-ot cserélni, nyilván, de nem lehet, szabályok szerint csak 3-at lehet, úgyhogy nem tetszett nyilván sok játékosnak a teljesítménye, de megpróbáltam váltani, és az összes létező támadómat bevetettem, hogy próbáljunk egyenlíteni. Nyilván, amit az Attila is elmondott, hogy a harmadik gól az már megpecsételte a sorsukat.